Szép estét kívánok! Érdekes sztorik, multidéző történetek, kincsek a városból, mese és játék. Péntek este 17:30 múlt, kezdődik az Egy Csepp Pécs élő műsora. Ez már a 20. adás. Volt már vendégem zenész, színész, építész, kínakutató, művészettörténész, költő, író, fotográfus, pszichiáter, természetvédő és állatkertigazgató, ma pedig egy olyan valakit invitáltam a stúdióba, akinek élete a tánc. Ott volt a Pécsi Balett alapításánál 50 esztendeje, a mai napig táncol, és növendékek százaiba oltotta be a mozdulatok tiszteletét, a tánc szeretetét. Úrik Dóra, Kossuth Díjas táncművész lesz mai vendégem a Táncvilágnapja alkalmából. De mielőtt bemutatom őt magát, előbb ugorjunk vissza az időben, közel 50 esztendőt. Az Egy Csepp Pécs mai vendége Úrik Dóra. Sok szeretettel köszöntelek. Egy 1966-os tévéfilmből láttunk egy csepp részletet az imént, Glück Don Juanját táncoltátok Tóth Sándorral. Emlékszel még? Igen, és szeretném megköszönni a meghívást, és szeretnék sok szeretettel üdvözölni mindenkit, aki minket lát most. Hát nagyon-nagyon izgalmas volt ez a felvétel, mert én mindig szorongok, amikor régi felvételeket látok, nem csak rólam, mert úgy tartjuk, hogy a tánc a pillanat művészete, és az 50 évvel ezelőtti, vagy a 30 évvel ezelőtti művek mindig tűnhetnek kopottnak, egy-egy lábnyomnak az előrehaladás útján, de ez nagyon kellemes volt számomra is, úgyhogy ezt oldottan tudtam nézni. Imádtuk ezt a produkciót. Na most ennek a különlegessége az volt ennek a televíziós változatnak, hogy ilyen, még csak nem is egyenletes kövön kellett spiccipőbe spiccelni. Utána volt egy olyan női variációm, ahol a füves rét közepén kellett spiccipőbe forogni, hát valami elképesztő. Ilyen nincsen tulajdonképpen, de mégiscsak volt, és ezt tanultuk meg egy Kimrétől, hogy nincs az a körülmény, ahol egy táncos ne tudná hirdetni a táncnak a gyönyörűségét, és erre tanítom a gyerekeket is. Nos, a mai műsorból kiderül, hogy miként lett a tánc az élete Úrik Dórának, és mit jelent számára ma a művészet és a tanítás. De előbb játszunk egy kicsit, hisz ma is van ajándékcsomagunk, jegyünk a világhírű Ötvös Cirkusz Pécsi műsorára, és belépünk a Mecsextrém Parkba. Hogy ezekből valami az önöké legyen, csupán annyi kell, hogy kitalálják Úrik Dóra feladványát. Mi lesz az első kérdés, mire vagy kíváncsi? Hát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a kedves nézők közül tudja-e valaki azt, hogy hányban és ki alapította a Pécsi Balett együttes. A számunk 06303030140, ide várjuk a helyes megfejtést SMS-ben. Ez egy nem emelt díjas szám, úgyhogy egy sima SMS számáért tippelhetnek és nyerhetnek is a felsorolt ajándékokból, úgyhogy érdemes játszani mindenképpen. Legyenek gyorsak, hisz ezúttal is az győz, aki a legelőször kitalálja a megfejtést. Akik rendszeresen néznek minket, azok már tudják azt is, hogy ma is van vigaszdíjunk. Az adás ideje alatt időnként elfut majd egy felirat, melyben egy aktuális jelszót olvashatnak, aki megjegyzi ezt a jelszót, ami most is egy állatfaj neve lesz, jövő héten pénteken 50% kedvezménnyel válthat jegyet az állatkertben vagy az akvárium terráriumban, ha a pénztárban bemondja ezt a varázsszót, ez a mostani tehát május 7-e péntekre szól. Akkor most mi is játszunk egy kicsit, játszunk az idővel, és menjünk vissza egészen a gyerekkorodba. Mert én azt gondolom, hogy aki tánccal szeretne foglalkozni, annak azért jó hamar kell döntenie, szinte már gyerekkorban el kell, hogy dőljön, és el kell kezdenie foglalkozni a tánccal, ahhoz, hogy ez tényleg az életévé válhasson. Te mikor határoztad el, vagy egyáltalán hogy csöppeltél? Hát ne, ezt nem mi döntjük el, ezt kedves édesanyánk szokta dönteni, hiszen 3 éves voltam, amikor egy ilyen magánbalettiskolába bekeveredtem,
amit nem nagyon szerettem, mert azt annyira nem volt élvezetes, de második elemit végeztem, mikor sikeres felvételit tettem az Állami Balettintézetbe. 3000 növendék közül kerültünk be 20-an, és édesanyám kívánsága volt, na most nem tudom, hogy egy gyermek magáról nem dönt ilyenkorban, tehát ez azért szülői döntés. Nyilván volt egy, ott vagyok, igen, középen a kis karikával, mint ez már a Magyar Állami Operaházban, mint növendékként mi rengeteget szerepeltünk a produkciókba, ez pedig egy iskolai felvétel. Hát ez már, itt már, ez már itt történt Pécset, igen, 70 körül történt. Ez volt az első sikeres megmozdulásom, a Pasakája, aminek nagyon érdekes története van. Kolléganőm megbetegedett, és be kellett ugorjak egy éjszaka. Az összes kollégám és kolléganőm kinnült a folyosón, éjjel egyre tanultam be a darabot, és másnap főpróba volt. Ez volt az én igazi elindulásom. Bartók Koncerto, Ekimre darabja, Herda Jánossal, Tóth Sándor Médea című darabja. Itt már hasamba viseltem Anna lányomat. Ez a Don Juan, itt visszaléptünk időbe. Ez is a Médea. Csifó Ferenccel, aki sajnos már nem él. Ez is a Pasakája részlet. És közben már a 70-es éveket mondod, amikből látunk itt szerepeket, de egy picit még menjünk kicsit korábbra, 1960 környékére, ami egy nagyon fontos dátum volt, azt hiszem a te életedben is, de a magyar táncművészet életében is, hiszen ez volt az az év, amikor Ek Imre megalapította a Pécsi Balettet. Te hogy emlékszel vissza ezekre az évekre? Ennek az a nagyon izgalmas története, hogy mi 9 évig tanultunk ebben a magyar táncművészeti főiskola jogelődjébe, az Állami Balettintézetbe, és ez olyan tanulási folyamat volt, hogy reggel 8-tól este 6-ig, és utána még fölléptünk, már 10 évesen fölléptünk az operaházba, mindenfajta kis gyerekszerepekbe, operákba, statisztáltunk, színpadon voltunk. Nagyon fontos dolog volt megtanulni a színpadon való viselkedést és jelenlétet, akármilyen apró kis szerepben. És akkor eljött az a bizonyos 60-as év, ahol mi, én 17 éves voltam, mindannyian annyik voltunk, csak én még fiatalabb, mert 6 évesen kerültem, talán 6 évesen voltam, mikor beírattak első általános iskolába, és 9. évfolyamunkat befejezvén kaptunk egy diplomát, de még nem érettségiztünk, mert akkor még az volt a rendszer, hogy előbb volt a szakmai diploma, most már ezt természetesen megforgatták, tehát először érettségizni kell, és utána jön a szakmai végzés. És akkor 17 évesen megcsináltuk ezt a bizonyos operaházi előadást, ezt a koncertvizsgát, és utána behívtak minket az igazgatói irodába, mindannyiunkat, és közölték velünk, hogy minket akkor Pécsre helyeznek. És akkor ismertétek meg Ek Imrét? Nem, mi láttuk őt az operaházba, ő az operaházba egy ilyen nagyon izgalmas karakterszereplő volt ezekbe a szovjet balettekbe, ő volt a rossz fiú, ő volt a gonosz, tehát ő nem herceg volt, neki tulajdonképpen nem is voltak klasszikus balett alaptanulmányai. Ő abban az időben került az operába, amikor 56-ban nagyon sokan disszidáltak, és ő igazából nem rendelkezett ilyen akadémikus klasszikus tudással. Ő Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv mellett dolgozott asszisztensként, és fantasztikus rendezői tudást kapott tőlük, amit aztán a darabjaiba is lehetett látni. Páratlan színházi tehetség, nem tudok máig hasonlót mondani. De akkor most lássuk, hogy hogyan emlékeznek a többiek, akik szintén részesei voltak a legendás éveknek. A Pécsi Balett legelső bemutatója 1961. január 3-án volt. Az Iszonyat balladájára gördült fel legelőször a függöny. A produkció keletkezésének történetére így emlékeznek vissza az akkori táncosok és a zeneszerző. Ek Imre fiatal táncosaival megalapította a Pécsi Balettet. Ezzel új korszakot nyitott a magyar színpadi táncművészetben. 50 esztendő telt el azóta, hogy a társulat az első bemutatóra készült. És most, fél évszázad után újra együtt. Ők, akik először táncolták az Iszonyat balladáját. És az emlékek. 50 éves mozdulatok, 50 éves taktusok, 50 éves fotográfiák. Örökérvényű építőkövei a magyar táncművészetnek. Mi akkor
harmadik gimnazisták voltunk, 17 évesek, amikor lekerültünk Pécsre, még nem érettségiztünk. Úgy, ahogy volt az egész évfolyamot, az Ekimrének odaadták, hogy kezdjen velünk valamit. Nem tudtuk, mi vár ránk, egyáltalán nem tudtuk. Az Ekimrét is csak úgy ismertük, hogy tudtuk, hogy dolgozik az operaházban, koreografálgat időnként, de elsősorban mint táncost ismertük. Meg hát tudtuk, hogy vannak elképzelései, de nem gondoltuk, hogy hát valami, nem is tudom, szóval valami olyat műveltünk, olyat sikerült összehozni már 60-ban, illetve az első bemutatóval az egész táncművészet, magyar táncművészet életében, ami azóta is, hál' Istennek, még mindig jelentős. Eredetileg a francia salátát akartuk bemutatni, de a Katona Feri, a színház igazgatója és a Lendvai Feri, a színház akkori művészeti vezetője megnézték a készülő produkciókat, és úgy minősítették, hogy a francia saláta nem illik az előző két darabhoz, hiszen mind a kettő mai magyar zeneszerző műve volt. És először elkezdtünk erről beszélgetni, és a Juspini Noctis ötlete alakult ki, és az lett fokozatosan átalakítva, és azt hiszem a Katona Feri ötlete volt alapvetően ez a történet. Ettől van az, hogy a díszletet is és a jelmezt is ő tervezte. Tehát ez az a balett, amire valaha az életben legelőször fölment a függöny a Pécsi Balettnél. A Sándort leköltöztette Pécsre, szinte oldalanként, taktusonként csináltuk a darabot, érte mentek, hozták, mi dolgoztunk, koreografálta az Imre, mi táncoltuk, tehát valami egy hét alatt sikerült azt hiszem összedobni, ezt a darabot idézőjelbe dobni, ami szinte azóta is az egyik legsikeresebb darabunk. Tetje téren laktam, ott kibéreltem egy zongorás szobát, és Ekimre szabályosan bezárt oda, és azt mondta, hogy amíg meg nem komponálom, hát ilyen egy fiatal zeneszerző, ettől, hogy mondjam, repülni tudtam volna, hogy én megmutassam, hogy én jól, és hát nagy sikere volt a balett. Én mindig is úgy fogtam fel, hogy a hatalom, amit a három velem szembe lévő ember képviselt, én vagyok az, akit állandóan megaláznak, megtipornak. Én próbálok ember maradni ebbe a tiprások között, és lélegzetet venni, és fent maradni, próbálni szerelmet belevinni ebbe a táncba, ami szintén nagyon, nagyon visszatetsző lesz, hogy éppen egy börtönő vagy egy vigyázóval történik ez a dolog, hát erről szólt ez az iszonyat balladája. Az Imre, az együttes művészeti vezetője és koreográfusa fellépett ebben a darabban. Ez azért érdekes, mert mi az Imrével az Operaházba ismerkedtünk meg, én akkor ösztöndíjas voltam, és az Imre többnyire olyan szerepeket táncolt, amelyek elsősorban negatív figurákat jelenített meg. És ebben a darabban is tulajdonképpen a legnegatívabb figura az az Imre szerepe volt, és ő ezt ezért is vállalta föl, mert zseniálisan csinálta ezt a szerepet. És későbbiekben, ugye hát ahogy haladt az idő, a Hetényi Jancsi kapta ezt feladatképpen, ezt a szerepet. Amikor én ezt a szerepet megkaptam, akkor döbbentem rá, és féltem attól, hogy vissza tudom-e ugyanezt adni, amit ő nekem leadott a színpadról, amikor csinálta a szerepet. Mert ugye hát ő már akkor 30 éves volt, én meg akkor 63-ban vettem át körülbelül a szerepet, tehát 21 éves voltam, ő meg már ugye idősebb, tehát ő neki voltak tapasztalatai. Az iszonyat balladája nekem Bartók ideális és torz zenekari művét, ami első egerű versenynek is neveznek, juttatta eszembe, de a Vérnász előkészítője volt, és ennél fontosabb az, hogy életem legrangosabb sikerét, mikor a Champs-Élysées színházba, Franciaországba játszották, én nyertem a legjobb partitúra nagy díját. És ezt nagyon őrzöm, mert a szakmai siker nagyon fontos. Azt hiszem, hogy pályakezdő koromnak nagyon sokat köszönhetek. Egy igazi közösség volt ez a balett.
Annyira más volt ez a balett, mint amit korábban megszokott a közönség, ugye a spiccipős klasszikus balett, teljesen új dolgokat csináltatok ti Eck Imrével. Hogy fogadta ezt a közönség? Hát tulajdonképpen ennek kulturpolitikai jelentősége van. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy mi szamizdat terjesztést vállaltunk a tánc nyelvén, mert eddig a szovjet balettek voltak divatosak, és mesetörténetek, és a néptánc, ez a két dolog volt, ami preferált volt Magyarországon, és tulajdonképpen a modern táncművészet az a 45-tel meghalt, és olvastam olyan tánctudományi tanulmányokat, ahol önkritikát kellett vallani olyan táncművészeknek, akik a mozdulatművészettel foglalkoztak, hogy mostantól kezdve ezt befejezik, abba hagyják, mert ez egy burzsoá csökevény, és igenis a néptáncot és a balettet kell művelni. Na most az Imre tulajdonképpen nem egy új technikát talált ki, hanem más vizualitásba tette, és emberi történeteket hozott, azon kívül hihetetlen jó rendező volt. Nem volt birtokunkban itt Magyarországon az úgynevezett nyugati vasfüggöny másik felén lévő modern technika, tehát ő a klasszikus balett lépéseket csavarta, csűrte és keverte úgynevezett emberi mozgással. És a történetek az akkori, vagyis a mai ember történetei voltak. Ezt az előadást egyébként az Iszonyat balladáját azóta többször is felújította a Pécsi Balett, hiszen egy nagyon jelentős műről van szó, és te mindig tevékenyen részt vettél a produkció újjá születésében. Hogyan lehet, ez engem mindig is foglalkoztatott, hogy hogyan lehet rekonstruálni egy 50 évvel ezelőtti mozdulatsort az emlékekből? Hiszen nincs videón, de csak van. Fotók maradtak meg, arról a videó van, is. Van, mert nagyon szerencsésen történt a 35. évfordulón is, meg a 40-en is felújítás, és össze tudtuk rakni, és ilyen ósdi felvételek voltak. A táncot valahogy mindig őrzik, az úgynevezett táncírás az nem életszerű, de a dolognak a lényege az, hogy ezek a fiatalok a saját érzelmeik közvetítésével tegyék meg a mozdulatokat. Tehát a tánclépéseknél ragaszkodtunk a régihez, de amikor egy-egy gesztust kellett tenni, vagy egy-egy érzelmet kibontani, abban nagyon fontos volt, hogy az ő személyiségük is benne legyen, hiszen ők tudnak csak üzenni hitelesen. És ami képeket most látunk, az bizonyíték arra, hogy most az 50. jubileum alkalmából is felújítottátok. A mostani fiatalok hogyan fogadták ezt, mennyire tudták magukévá tenni? Csodálatos munka volt, én szerelmes voltam beléjük, mert ilyen odadással nem is gondoltam volna, hogy egy 50 évvel ezelőtti mozgásanyagot, vagy egy mondandót képesek elsajátítani és közölni. Nagyon-nagyon jó munka volt. Alázatosak voltak, mindent értettek, egy-egy instrukciót másnapra, ez nagyon ritka, másnapra hoztak, minden próbán van 28 instrukció, ne tedd ide a lábad, ne oda, ne úgy fordulj, ne azt gondold, és másnapra mindent, utána még kaptak 40-et mindig, úgyhogy csodálatos együttműködés volt. És ez az előadás, ez most is ugyanúgy tud ülni, mint 50 évvel ezelőtt, ez benne a csodálatos. Nagyon érdekes, valaki azt kérdezte, hogy engedhették ezt 1960-ban bemutatni. Hát akkor ez a fasizmusról szólt, ugye, nem a akkori diktatúráról. Ez örökérvényű. Örökké az Imre darabjaiban mindig győzött a jó, mindig volt remény, mindig volt a humánum győzelme, ezért megfejthetetlen volt az akkori politikának, tehát nagyon izgalmasan tudtunk üzenni. Az Iszonyat balladájának felújítását április 16-án mutatta be a mai Pécsi Balett a Múlt és Jelen című est keretében. A premiéren mi is ott voltunk. Íme egy kis részlet az előadásból.
Az Iszonyat balladájában próbavezetőként dolgoztál, de van egy olyan most is futó előadás, amiben te magad is táncolsz. És ez azért nem egy mindennapi dolog, én azt gondolom, hiszen azért te már jó néhány éve nyugdíjban vagy, mint táncművész, hiszen ez a ti szakmátok, hivatásotok sajátossága, hogy táncművészként már a 40 éves, vagy 30 éves? 25 év szolgálat. Az azt jelenti, hogy 42 voltam én akkor, amikor nyugdíjba mentem, hiszen 17 évesen szerződtem. És azóta már jó néhány év eltelt. Mit szóltál, amikor Vince Balázs felkért arra, hogy táncolj a Zsuzsában? Hát azért itt nem volt hézag, azt el kell mondjam, hogy folyamatos működés volt. Én nekem csodálatos pályám volt, ez nagyon ritka, hogy a nyugdíjba menés után is dolgoztam visszaszerződtetve, és minden egyes balettigazgatónál benne voltam produkciókban, Herzog Istvánnál is, Keveházinál is, közben még Vince Balázs fölkért a Szegedi Kortárs Balettnél dolgoztam, tehát minden évben jutott valami. Tehát edzésben vagy. Hát jelenlétemmel. Azért ez egy kor, ami az enyém, úgyhogy ez nagyon ritka, hogy így az ember színpadra megy. Voltak is kétkedéseim, hogy kell-e ebben a korban színpadra keveredni fiatalok közé, de hát lehet, hogy kell. Mesélj egy kicsit a Zsizelről, milyen munka volt ez a sok fiatallal? Hát fantasztikus, jó állapotban van most az együttes, szóval ez egy csapatmunka, és ide nagyon szükséges mentálisan, nem csak fizikálisan az együttműködési készség. Ez egy olyan szakma, hogy legyél nagyon érzékeny, de közben legyen nagyon erős, tehát fizikálisan, mentálisan tűrjél minden, de közben mutasd a belső érzékenységedet, és figyelj a másikra, és legyünk együtt, és tudjunk együtt dolgozni. Szóval itt a rivalizálás, rossz indulat, ilyesmi egyáltalán nem tud működni, és ebben a munkában is látszott az, hogy milyen jó összetartás van az együttesben, remek dinamizmussal, nagyon jó technikával, és nagyon jó szellemiséggel történt a próba folyamat. Hát akkor nézzünk meg egy kis részletet ebből az előadásból is, természetesen azt az epizódot, amelyben Úri Dóra táncol. Mennyi szabadságot engedett neked a koreográfus? Mert ezek szerintem annyira Urik Dórás mozdulatok. Nem tudom, mert tulajdonképpen ő olyan gyorsan eltalálta. Ez mindig egy nagy bátorság, hogy ide hívni egy olyan korú embert, mint én, hogy most akkor dolgozzunk együtt, és abszolút gátlástalanul mutatta, és akkor azok olyan mozdulatok voltak, amiket nem kellett kicserélni. Jó, én természetesen hangsúlyozni kell, ebben a korban nem szokás lábat emelni, szóval az nem működik, hogy valaki 70 felé dobálja a lábát, az nem elegáns, tehát a kézmozdulatokat kellett nyilván erősíteni. Egy hangon voltunk, úgyhogy nem volt gond. Most mire készülsz?
Jaj, hát nem készülök már semmire, egy kicsit levegőt szeretnék venni, mert most pár nappal ezelőtt egy nagyon-nagyon komoly országos klasszikus balett és modern tánc tanulmányi versenyt rendeztünk, kétnaposat, ahol az összes szakközépiskola, hát majdnem az összes részt vett, és ez egy kétnapos nagyon komoly verseny volt, aminek fél éves előkészítése egyrészt adminisztrációsan és szervezésileg, másrészt pedig fölkészítésileg a növendékeknek, aztán készültünk erre a táncvilágnapjára, előtte készültünk, nem tudom mire, és folyton készülünk, és kikészülök lassan már a sok készülésbe. Tehát de nincs megállás. Nincs megállás, és aztán jön a koncertvizsgánk 30-án. Mindezekről még fogunk beszélni a műsor további részében, de most hirdessünk nyertest, hiszen az első résznek lassan vége. Ugye azt kérdezted, hogy ki és mikor alapította a Pécsi Balettet, hát aki a leggyorsabb volt, azt írta, hogy Eck Imre, és 1960-ban helyes a válasz. Igen, helyes. Elfutotta a képernyőn is a helyes megfejtés, helyes megfejtő telefonszáma is a 30-66-15-218-ról küldte a választ, ő volt a leggyorsabb. A világhírű ötvös cirkusz pécsi előadására viheti el a családját, ugyanis nyert egy 4 személyre szóló belépőt. Tudják, van másik, a legenda tovább él, ifjú Ötvös Gábor Jászai díjas világhírű zenebohóc és az Állatok parádéja Olaszországból most Pécsre érkezik. Május 6-ától 16-áig vendégszerepelnek az Interspár mellett a Siklósi útnál felépített sátorban. Ez a nyereménye. Gratulálunk! De lesz még játék, ne menjenek messzire. Egy kis szünet és újabb érdekességekkel folytatjuk az Egy Csepp Pécs második részében. Az SOS gyermekfalvakban olyan gyerekek laknak, akiknek nem élnek a szülei. És olyanok, akik nem élhetnek a szüleikkel. A szerető családot megkapják tőlünk. Öntől adója 1%-át kérik. Támogassa adója 1%-ával az SOS gyermekfalvakat. Már 1.999.000 forinttól. Exkluzív ajánlat a Neckermantól. Közvetlen repülőjárat Pécsről Bulgáriába és Korfura. Az apartmantól az 5 csillagos szállodáig a legszélesebb szálláskínálatból választhat. A részletekről érdeklődjön irodánkban, vagy a 72-es körzet 233-339-es telefonszámon. Neckermant. Európmánia, Pécs 2010. május 6-a és 8-a között. 13 ország, 25 zenekar, 3 színpad a Rókus Dombon. Többek közt Quimby, Péter Fibori és a Love Band, a német Csíkszonspír és a francia Nosfell. Európmánia, 8 ország, 14 színházi előadása a város különböző pontjain. Május 6-a és 8-a között felbojdul Pécs. Európmánia, a Pécs 2010. Európa Kulturális Főváros hivatalos programja.
Szép estét kívánunk, mi még mindig itt vagyunk Urik Dórával a Pécs TV magazin stúdiójában. Folytatjuk az Egy Csepp Pécs műsorát, ez a második rész, amelyben a tánc és a színház mellett Pécs is fókuszba kerül, és persze mesélünk és játszunk is. Kezdjük ezzel, hogy a nézőknek is legyen feladatuk. Mi lesz a második kérdés, amire kíváncsi vagy? A második kérdés, hogy ki a Pécsi Balett jelenlegi igazgatója, vezetője? Tehát egy névre vagyunk kíváncsiak, ezt küldjék el nekünk SMS-ben 0630 30 30 140, ez a számunk, ez egy nem emelt díjas szám, úgyhogy egy sima SMS áráért tippelhetnek és nyerhetnek, és legyenek gyorsak, hiszen azt fog nyerni, aki a legelőször küld helyes megfejtést. Ott hagytuk abba, hogy a mai napig táncol, színpadon vagy, és valójában a színpad nem is csak táncosként az otthonod, hiszen az elmúlt években, évtizedekben gyakorta előfordult, hogy prózai szerepekre is felkértek a rendezők. Ez mennyire áll hozzád közel? Hát miután én ide kerültem egy háromtagozatos színházba, és azelőtt növendékkoromban csak a Magyar Állami Operaház produkcióit láthattam, nekem egy csoda volt belépni a Pécsi Nemzeti Színházba, és én úgy gondolom, hogy a táncművészet az az egyetemes színház művészet része, tehát a dolog szorosan összetartozik, és itt már a Pécsi Balett első időszakában is szerepeltünk mindenféle musicalekben, mindig jutott egy-két mondat, tehát volt rá lehetőség. Aztán pont nyugdíjba menés után keveredtem bele a prózai feladatokba, a Magyar Médeába, akkor utána az Operett Színházban 6 évig voltam vendég, 2 musicalbe, Funny Girlbe és a Kánkánba, és akkor utána jött a Karnyóné. Minden táncos jó színész? Vagy ezért ez nem egészen? Hát nem minden színész jó táncos. De azért jó előny, hogy ebben a abban is természetes, én szerintem, hogy ma már egy táncosnak meg kell tudni szólalni a színpadon, ez nagyon fontos. És említetted a Karnyóné Csokonai vígjátékát, amit néhány éve itt a pécsiek is láttattak, hiszen a Nyári Színház szabadtéri játékok keretében mutattátok be a Tettyei Romoknál. Szeretted ezt az előadást? Szerettem, nagyon nehéz volt, de nagyon érdekes, hogy a Médeát is és a Karnyónét is Bagosi Laci rendezte, tehát akkor már többetszer dolgoztunk együtt. Hát profi színészekkel egy ilyen vígjátékot játszani, hát elég rossz éjszakáim voltak az izgalomtól, de hát aztán sikerült kimászni belőle. Csokonai vígjátékából tévéjátékot is készített a Pécs TV. Özvegy Karnyóné és Samuka egyik jelenetéből mutatunk most meg egy pici részletet. Ennyi, hát azt sem tudna asszonyanyám, csak vegye a lába közé ezt a vasröpföt, aztán ígyni. Jaj, édesfiam, csak te ne vonál, lovoznék én messze-messze a más világra. Elmegy asszonyám az operenciás tengeri, vigyen magával engemet is, majd ott a tengeren úgy meglovazzuk, hogy még... Gyerek, hát jobb volna az árvák atyához felpuhászkodnál, mert én úgyis meghalok. Jaj, ne halljon meg asszonyanyám! Mert ha meghal, bizony maga is megbánja. Az igaz, fiam, hogy bánom, de az, hogy élek, azt még jobban bánom. Látod, szegény atyád is olyan beteges volt. És Istenem, ami a legkeservesebb, hogy menyecske koromban is olyan pegyhűt volt szegényke. Ó, édes férjem, szegény férjem, ha te most ülnél, az Isten nyugodtan. Én is sírok, szegény asszonyanyám. Én is síratom az én szegény pegyhült férjemet. Ó, én édes szegény pegyhült férjem! Ó! Kis bohócska, egyetlen szülöttem magzatom. Eredj a patikába, mint ha rosszul érezném magamat. Mivel, hogy rosszul is érzem, hozzá egy kis alkörmöst, meg egy kis... Na, de hiszen csak ezt a papírost mutasd meg, és csak Gottliebtől, a legénytől kérj, és ha a gazda betalál menni, és kérdeni találja, hogy minek lesz, akkor csak azt mondd, hogy az egereket veszhetjük el vele. Érted? Értem! Na, mit mondasz hát? Azt, hogy adjon Isten jó napot a patikás uramnak, azt mondjam, Gottlieb, az egerek pedig rosszul vagynak, ha a gazda bénem talál jönni, el akarjuk veszteni, adjon nékem az áramra körmös, aztán ezt a papíros meg mutassa meg! Jaj, bolond csinálta a kis pottya!
Nem merem másra bízni. Na, csak ezt a papíros mutasd meg, ne szólj semmit, és amit adnak, hozd el. Adjon hát asszonyanyám egy krajcát, hadd vegyek egy kis siflit ott a patikásnál. Na, azt is megadom, csak siess, siess. Hát ebben az előadásban ráadásul még egy énekes jelenet is van, tehát tényleg nagyon sokoldalú vagy. Az éneklést itt először mutattad meg, vagy azért korábban már? Nem, hát volt például a West Side Story, meg mit tudom én mikor, sose felejtem el, hogy háttal álltam, és akkor egyszer csak el kellett kezdeni a megfordulva, nem tudom micsodát. Azok is ilyen szorongó, ezek ilyen szorongós dolgok, mikor az ember olyanra vállalkozik, amit nem tud igazán, vagyis nincs fölépítve a biztonságos tudás alatta. De ezek szerint, hogy többetszer említem a szorongás szót, ez nagyon érdekes. Én nagyon szeretem a kihívásokat, és akkor rettenetesen tudok szenvedni, hogy én most milyen nagy fába vágtam a fejszémet. Szóval ez nagyon jellemző rám, hogy neki megyek ilyen dolgoknak, fölvállalom. Azt mondja, Bagosi Laci fölhív telefonon, hogy vállalod, mondtam, hogy jó, akkor holnap megmondom, hogy igen, és akkor mindig ad egy kis napot, szóval nem kell rögtön mondjam, három nap múlva, nem három nap múlva mondom, hanem rögtön várom, hogy mikor hívhatom, fölmondom, hogy igen, és közben hát közben rettegek. De hát szerintem ez normális, mert az az ember, aki gátlástalanul vág ilyen dolgokba, és általában aki nem izgul, azt szoktuk mondani Vári Évával, hogy aki egy színpadi előadás előtt a kulisszában, mert ha beléptünk, akkor már rendben van, de aki a kulisszában nem érzi azt a kis folytó szorongást, az hazudik, vagy nem tudom, tehetségtelen, azt szoktuk mondani. De hát kell az izgalom, kell az a vízbeugrás előtti félelem szerintem. És ez ahhoz. A szorongás, ez hogy jön ki rajtad? Hogy veszik észre rajtad a többiek? Ilyenkor szúrós vagy, kemény szorong, vagy, szerintem szigorú hát az, vagy? Szerintem a színészek között nem vagyok szigorú, mert ott voltam én a bejövő utas, tehát én ott nem vagyok otthon. A saját körülményeim között is csöndben vagyok, mert fegyelmezett vagyok, szóval az nem hát adjuk. Egy táncos, az mindig fegyelmezett. Nem adjuk ki, igen. A Karnyónét, ugye azt láttuk a képeken is, a Tettyei Romoknál játszottátok, ami azt hiszem sok színházi ember szívét megdobogtatja, és így van ezzel Lovas Pál is. A Tettye pécsi életének, táncművész pályafutásának első lépéseit idézi. A Liszt-díjas táncművész és érdemes művész, a Pécsi Balett meghatározó egyénisége, aki több mint 3 évtizedes táncos pályafutása során fellépett az ország szinte minden tánc együttesében, ma pedig táncpedagógusként dolgozik, és főszerepben Úri Dóra férje. És akkor most itt állunk a Tettyei Romoknál, ami tulajdonképpen Szatmári György pécsi püspök nyári rezidenciája volt, és később építették ezt a kolostort, és ennek a romjai közt helyezkedik el ez a színpadtér itt mögöttem, amihez nagyon jó hangulatú nyári előadások emlékei kötnek. Nagyon szerettük ezt a játszóhelyet, és gondolom a közönség is. Zömében Eck Imre koreográfiáit mutattuk be ezen a színpadon, és a közönség is nagyon szerette, nem véletlenül lesz a nagyon hangulatos környezetben elhelyezett színpadot. Mi kifejezetten szerettünk itt fellépni. Egyébként nem csak ehhez a helyhez, hanem a város számos egyéb helyéhez is kötődnek nyári emlékek. Nem ilyen zimankós tavaszi napokra emlékszem, szívesebben emlékszem azokra a nagyon meleg hangulatú és hőfokú előadásokra, amelyek itt történtek. És gondolom, hogy a város minden lakója szívesen jön ide, mert az egész Tettye térnek olyan kellemes hangulata van. Én az Alföldről kerültem ide, és kicsit furcsa volt nekem
itt, hogy hegyek közé kerültem, itt ismertem meg először a gyönyörű parkban lévő tulipánfát, később pedig a gyerekeimmel a játszótérre nagyon sokat járkáltunk Ivánnal és Annával, a Szatyor Győző fajátékai használták a gyerekek, és nagyon jól van kitalálva az egész játszótér, valahogy olyan természetes hangulata van ennek az egész környéknek. Aztán következett egy hosszú szünet, már ami a szabadtéri előadásokat illeti, és most ismét felelevenítették, elindították a nyári játékokat, és én ennek nagyon örülök. Ugyan már csak nézőként jelenek meg itt ezen a helyen, de ugyanilyen örömmel nézem az előadásokat, mint amilyen örömmel részt vettem korábban a produkciókban. Hát Pali most ezekben a pillanatokban is éppen tanít, órája van, ezért nem tudott eljönni hozzánk, hogy beszélgessünk egy kicsit, úgyhogy most csak téged tudlak kérdezni egy kicsit róla, pontosabban arról, hogy hogyan működik egy táncos házaspár élete. Ez előny vagy hátrány, hogy szinte folyamatosan együtt vagytok? Hát 38. éve vagyunk lassan együtt, úgyhogy előny. De éjjel-nappal, szóval ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. A tulajdonképpeni hátrány az, hogy az a szakma, amiben mi fölnőttünk, az rendkívül kegyetlen és kritikus. És örök elégedetlenségre sarkal, tehát nem tudunk olyan megengedőek lenni, mint egy másik civil házaspár, hanem folyamatosan látjuk egymás hibáit úgy, ahogy a szakmába, hogy előttünk volt a szakmába egy tükör, ami arról szólt, nem az, hogy a hajamat nézegessem, hanem lássam, hogy milyen csámpás a lábam, vagy hogy mennyire nem dolgozom együtt a másikkal. És én azt szoktam mondani, hogy ellenségem a tükör. Tehát valahogy kifejlődött bennünk mindkettőnkben egy nagyon-nagyon erős kritikai érzék önmagunkkal, és természetesen egymással is, de hát ez van, hát ezt elfogadjuk egymástól, és hát Pali egy nagyon erős ember, és nagyon-nagyon fantasztikus támasz. Szóval vannak olyan emberi helyzetek, én is nagyon teherbíró vagyok, iszonyú sokat dolgozunk, és vannak bizonyos helyzetek, amikor fölteszem a két kezem, és azt mondom, hogy ez már annyira kínos, hogy én ezt én nem tudom lebonyolítani, és akkor azok a nagyon kínos helyzetekben el szokta ő azt mondani, hogy jó, akkor ezt ő. Szóval sok terhet, ennek a sok-sok feszült munkának nagyon sok terhe van, tehát hazavisszük a szakmai problémát. Nem tudjuk lerakni az előszobába a fogason a tanítás, vagy a színház, vagy az egész dolog így folyik 24 órába. De ugyanakkor meg is értitek egymás gyötrődéseit, mondjuk egy főpróba időszakban. Hogyne, hát egymásnak olyan kontrolljai vagyunk, hogy fantasztikus. Hát ennél a Karnyónénál is jött és mondta, és akkor mindig megsértődünk egy kicsit természetesen, de mindig igaza van a másiknak, szóval tartjuk egymást kontrollnak, és ez nagyon hasznos. Hát ez nagyon speciális, mert mondjuk már nem tudom, hogy színészetben jó-e a színészházas pár, ők talán, de hát ebben nincs rivalizálás, tehát az én szerepem, az ő szerepe, hát nem csak segíteni tudunk. És ha már család, egy kicsit mesélj a gyerekekről is. Ugye fiadat, Kamarás Ivánt az egész ország, a világ ismeri, az egyik legnépszerűbb ifjú színész, és a leányotok? Leányunk Anna, ő nagyon sokoldalú, mindenfélével foglalkozik, grafológiától kezdve, írással, rajzolással, ő sokat élt külföldön, most jött haza Hollandiából, most éppen itthon van, és az Iván is most éppen itthon van, most fogunk holnap találkozni vele egy hétre Los Angelesből, mert ő most már november óta Los Angelesben van, és ő úgy gondolta, hogy kicsit kilép ebből a rettenetes
nem akarom őzésen fogalmazni, de hát ha valaki 28 előadást játszik egy színházban, és 46 főszerepet játszott el, akkor muszáj egy kicsit pihenni, mert hát burnoutnak hívják ezt. Ki lehet égni, amikor ő azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy ő most már nem tud tanulni, meg nem lehet jobb, csak ismétel, akkor tényleg, ha módja van rá, és lehetősége van rá, akkor kell egy kicsit pihenni, világot járni, bátran, mert ez a mi korosztályunk azért nem ilyen bátor, szóval nagyon irigylem ezt a bátorságot, hogy ő kimegy oda, és belehallgatott Gazdag Gyulának a filmkurzusába, ami azt mondja, hogy nagyon hasznos volt, és ott minden független filmeket csinált. Igazából munkaengedélyre van szüksége, tehát addig nem tud semmi más vállalkozásba keveredni, de most éppen itthon van. Egy kicsit még térjünk vissza az előző felvétel helyszínére, a Tettyei romokhoz. A Palival ott jó néhány évvel ezelőtt forgattunk, ez még ugye a Tettye régi arca volt. És az övé is. Az övé is, igen. Nagyon fáztunk, emlékszem, azon a tavaszi napon, még talán a hó is szállingózott, amikor láttam forgattunk. Láttam egy hópejhet is leszállni. Igen, igen. Viszont a Tettyei romok azért most már egyáltalán nem így néz ki, ahogy akkor. Reménykedtünk, hogy erre a nyárra újra teljes pompájában új arcát mutatja. Ehhez képest elég tragikus hírekről kaptunk hírt az elmúlt hetekben. Te mit szólsz ehhez, hogy a romokkal ez történt, ami történt? Hát nem tudom, most mit szóljak ehhez? Hát tulajdonképpen nem tudok mit szólni hozzá, mert elég sok minden elcsempült a városba, ebbe a rohanásba, hogy bizonyos dolgok. Miért az milyen volt, mikor a szabadtéri előtt elkezdték felszedni a köveket, hogy ott most átépítés lesz hétfőn, és kedden kiderült, hogy nem. Hát ezt hívják esetleges fejetlenségnek, de... De így most nem lesz például nyáron előadás a Tettyén. Azért ez nektek, a színházi világ embereinek, és a közönségnek is azért ez egy elég esélytó. Hát nagyon szomorú, ezt tudom mondani, hogy szomorú. Hát reméljük, hogy a Tettye lesz még a régi, de most mutassunk egy másik kedves helyet a városból, amit te választottál. Ulrik Dóra, a Művészetek és Irodalomháza festett termeibe vitt minket még 2003-ban. Kicsit gondolkodnom kellett azon, hogy az Egy csepp Pécs című sorozathoz milyen csepp mézet tudok hozzáadni részemről, hogy melyik az a helyszín, ami az én kedvencem. Valószínűleg az dolgozott bennem, hogy milyen elvárásoknak kell megfeleljek. Mit gondol a néző, hogy nekem milyen intim kedvenc helyem van. Én nem tudok kávéházat, vagy kedves kis kocsmát, vagy egy sarkot, vagy egy fát, vagy egy padot megjelölni, mert ritkán ülök padokon, általában a gondolatban ülök, elég tevékeny vagyok, és nagyon hamar rájöttem arra, hogy nekem a kedvenc helyem a Művészetek háza. A festett szobákban vagyunk most, ami Holcsi Mihály alispán rezidenciája volt, 18. századi késő barokk stílust őriznek a falak és a bútorok. Csodálatos hely. Az én életem, ez az, ami egy vallomás tulajdonképpen, hogy a magánéletem és a szakmám különös módon összefonódik. Ez egy olyan szakma, mint általában a művészeti szakmák, ahol az ember elvégzi a dolgát, azaz nem végzi el a dolgát, mert egész nap tart, ha máshol nem, akkor a fejében működik, és hazamegy, és nem teszi le, mint egy irodai munkát, hanem folyamatosan benne él, főleg ha a pálya is ugyanebben a műfajban működik. Tehát a baráti köröm, a helyszíneim, ezek mind a foglalkozásommal kapcsolatosak, amit igazából én nem akartam elárulni, mert ez úgy néz ki, mintha nekem nem lenne életem, de azt hiszem, hogy bátran fölvállalhatom, hogy nekem a hobbim a szakmám, és az életem a hivatásom, ezen nincs, azt hiszem, különösebb röstelni való. Thank you.
Csodálatos ez a késő barokk környezet. Mindig arra gondolok, mikor ebben a házban vagyok, hogy én nagyon boldogan tudnék itt eltölteni napokat, órákat, és nagyon boldogan tudnék itt olvasni, és nagyon büszke lennék, ha azt mondhatnám, hogy ez itt a nagymamám, de sajnos nem az. Csodálatos enteriőrnek tartom a festett szobákat, a mai rohanó IKEA-s és egyéb trend stílusú világunkban. Azt hiszem, ez egy ilyen romantikus vágy bennem, hogy ilyen környezetbe tölthessek időt. Nekem ez felér egy kellemes kávéházba töltött idő pazarlással. Ezek a szobák azért is különösen kedvesek lehetnek neked, mert Eck Imre nevét viselik. És ebben a házban is volt néhány közös, felejthetetlen munkátok. Itt is dolgoztatok együtt, ugye? Igen, igen, dolgoztunk együtt, és a felső teremben volt előadás, és utána én is a gyerekekkel csináltam itt nem egyszer produkciót, úgyhogy nem csak azért szerettem, mert szép, hanem mert tényleg éltük a levegőjét is produkciókkal, és tényleg gyönyörű. Most is jó volt nézni. 7 éve mondtad, hogy ez a kedves helyed, ezek szerint ez megmaradt máig, meg, és meg, ez az érzés. Meg. Most pedig folytassuk a Pécskép rovatával, melyben ezúttal Szopián a római kori város bazilikájának háromdimenziós rekonstrukciójából mutatunk villanásokat. A Rákóczi út Jókai út délnyugati szegletében néhány éve egy régészeti feltárás során vált ismerté a Krisztus után 4. század elején épült bazilika. Szerencsés módon a nagyméretű épület mintegy 70%-a kutatható volt, és a feltárás eredményei alapján kiszerkeszthetővé vált az épület alaprajza. A rekonstrukció készítői megkísérelték megválaszolni a kérdést, hogyan nézhetett ki annak idején. Az eredmény számítógéppel készített háromdimenziós modell segítségével vált láthatóvá. Az ásatást Tóth Zsolt, a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályának régésze vezette, a rekonstrukciót pedig Pozsárkó Csaba készítette el. Az elmúlt hetekben a legtöbb ember számára egy kicsit tovább tartott egy-egy belvárosi séta. Mert ugyan ki tudna gyönyörködés nélkül elsietni a sokféle színben pompázó tulipánok mellett. A városban virágzó ezernyi tulipán most köszöntse a pécsi édesanyákat. Mindannyiukért nyílott egy-egy szál. Vasárnap anyák napja.
Mindjárt 7:30, elérkezett az Egy csepp mese ideje. Ma Szebeni János mesél a pécsi gyerekeknek. Tudjátok-e, mi az a lebbencs? A lebbencs a pásztoroknak a früstöke, az ebédje meg a vacsorája. Egy nagy zsák száraz lebbencs tésztát kivisz a pásztorember kihajtáskor tavaszon a pusztára, annak elégnek kell lennie késő őszig a szétverésig. Azt a száraz tésztát megfőzi kondérba, kútvízzel, aprít bele jó kis zsírozót, aprít bele kolompért, meghinti jó marék paprikával, abból lesz a tüzes lebbencsleves. Abba van aztán az erő, az egészség, Isten áldja a lebbencslevest. Na, most pedig hallgassuk meg Mátyás király esetét a lebbencsel. Mikor még fiatal király volt Mátyás király, felöltözött parasztnak, mert meg akarta ismerni a népet. Jártában keltében elérkezett Mátyás király egy szép nagy pusztára. Ott legeltette a birkát egy öreg juhászgazda 3 bojtárjával. Éppen a früstökhöz ültek le, amikor a tűz mellé toppan egy rongyos szűrben egy szegény, vándorló legény. Tisztességgel köszön a pásztoroknak. Jó reggelt kívánok, kelteknek kedves egészségükre az éjszakai nyugodalmat. Az öreg gazda meg mindjárt megkérdezte. Azt nem ehetné le, öcsém? Kétszer se kérje, gazduram, mondja a vándor legény, mert egyszerre is megmondhatom, hogy leszaladt a nyál a nyelvemen ennek a levesnek a jó szagára. No, akkor üljél le, te öcsém, azt lakjál jó Isten nevébe. Kihoztak a kunyóból még egy kis széket, leültették a legényt a bojtárok közé, adtak a kezébe néki is egy hosszú nyelű vashanalat. Mert ezen formán eszik a lebbencset a pásztorok, kis széken körös körül ülvén a kondért. Hát, amint a vándorlegény egy pár szól megmártja a vaskanalat a lebbencsbe, zutty egy nagyot koppint az öklire a maga kanalával az öreg számadó. Aztán még kaptam én ezt, gazduram? Még kaptad, öcsém, hogy ne nyúlj a kondérba előre, mindig csak a többivel egyszerre. Ha jó van, esznek tovább. Egyszerre csak az öreg számadó még sajgósabbat oda koppint a vaskanállal a vendégnek az öklire. Ünye a boldogját, felrántja az öklét a szegény, szájához veszi, fújingálja. Hát ezt meg még kaptam, gazduram? Ez csak azért, öcsém, hogy tudd meg, sose nyúkálj más elébe, mindig csak magad elébe nyúkálj a kondérba. Akkor a vándorló legény felállt a kis székről, lehajintotta a rongyos szűrt, azt ott állt aranyba, gyémántba, tudjátok meg, emberek, én vagyok Mátyás király, na. Hely, a szegény pásztor, mint térdre borult előtte, most már irgalom, kegyelem, felséges királyunk, Mátyás meg csak mosolygott, na keljetek föl, jó pásztorok, nincs harag. Kenn meg, gazduram, feljön velem ezzel a vaskanállal Budavárába. De aztán ott mind a nagyuraknak a kezére csapkodjon ám, mert az is mind előre nyúkál a tálba, meg mind szereti a másik orra elől elkapkodni a falatot. Így is lett, tudjátok, a lebbencs törvényével uralkodott azok közt, a harami a nagyurak közt, Mátyás király. Gyerekek, ugye tudjátok, hogy minden este 7:30 van egy csepp mese a tévében, akkor is várunk titeket, és persze továbbra is várjuk a mesemondókat, anyukákat, apukákat, nagyszülőket, a képernyőn látható elérhetőségeken jelentkezzenek, ha van kedvük mesélni egy cseppnyit a pécsi gyerekeknek is. Most pedig játszunk, Dóra, mit is kérdeztél? Hogy ki a Pécsi Balett jelenleg igazgatója. Igen, és aki a leggyorsabban azt válaszolta, hogy Vince Balázs, mert hogy ő az a 20-37-71-163-as telefonszámról küldte az SMS-t. Gratulálunk, a nyereménye egy QX-es ajándékcsomag, amit hétfőtől vehet át itt a szerkesztőségben a Rákóczi út 11-es szám alatt. Köszönjük, hogy velünk játszott, lesz még játék, most egy kis szünet, de hamarosan folytatjuk az Egy csepp Pécs harmadik részével.
Kölösi Péter Alapítvány a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyulásáért. Alapítványunk célja a komplex segítségnyújtás a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt és utógondozott gyermekek és családjaik számára. Speciális gyógytornát biztosítunk rehabilitációs központunkban. Segítse adója felajánlott 1%-ával a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályának gyógyulni akaró kis betegeit. Lapszemle. A Pécsi Hírek következő számának tartalmából. Átszervezések minden szinten. A CCA adó és pénzügyi tanácsadó Menedzser ZRT készítette el a város teljes működését átfogó átvilágítás több ezer oldalas dokumentációját. Ebben költségcsökkentő javaslatokat is megfogalmaznak. Pécset ésszerűbb működés kell, szinte minden szinten. Befektetőt keresnek a zsolnai gyárhoz. A tervek szerint pályázatot ír ki a város a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT 49%-os részesedésére. A befektetőktől a tradicionális márka megtartása mellett a piac bővítésre való javaslatokat várnak. Picasso párjának képei a Kis Galériában. Nem kisebb nevek holtudvarában ismerkedett a művészettel, mint Matisse és Picasso, utóbbinak egy évtizeden át az élettársa is volt. Ő François Guillaume. A francia festőnő munkásságából kapunk ízelítőt a Pécsi Kis Galériában. Jó estét, folytatjuk az Egy Csepp Pécs műsorát innen a Pécs TV magazin stúdiójából, mai vendégünkkel Úrik Dórával és rövidesen további vendégekkel. Ez a harmadik rész, amiben szó lesz a tánc tanításáról és a Pécsi Balett jubileumi évéről is. De előbb játszunk még egy kört, Dóri, mire vagy kíváncsi most a harmadik részben? Azt szeretném tudni egy tánc szerető nézőtől, hogy nevezzem meg egy bármilyen Pécsi Balett produkciót. Akár a produkció, régi, igen, akár régi, akár a címét szeretném tudni. Egy címet kérünk tehát, küldjék el SMS-ben. A számunk, ami továbbra is nem emeldíjas, 30-30-30-140, ide várjuk a tippeket, hogyha lehet a nevüket is írják rá, hogy tudjuk a nyertest is köszönteni. Mi pedig beszéljünk egy kicsit a jövő nemzedékéről, a jövő táncosairól, hiszen a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola igazgató helyetteseként, a tánctagozat vezetőjeként már hosszú éve foglalkozó balett növendékekkel. Egyébként nehéz volt a váltás annak idején, amikor hát nem, tulajdonképpen... nem hagytad abba a táncot, de elkezdtél tanítani is. Tulajdonképpen még táncos koromban elkezdtem a tanítást. Akkor aztán úgy el lehet képzelni, hogy az embernek van két gyereke, reggel tanít, délelőtt próbál, este próbál, előadása van, szóval ez egy nehéz életszakasz volt. És amikor abba hagytam a táncot, akkor tulajdonképpen, most azon gondolkodom, hogy mennyi idő telt el, nem, még akkor még nem ennyien volt a tagozatvezetés, 91 óta vezetem a tagozatot. Most nincsenek napi balettóráim, tehát nem azt csinálom, amit tanárként, a tehetséggondozás a feladatom, és a 8 órába alig beleférő adminisztráció, szervezés, kurzusok szervezése, pályázások, az egész dolognak a felügyelete, a jelmeztervezéstől, a zenei összeállításig mindenféle, ami nálunk bemutatódik és ami zajlik. Tehát a napi oktatásban nem veszek részt, hanem a tehetséggondozásban. De ezért tanítani nem ugyanaz, mint csinálni. Rögtön tudtad, hogy hogyan kell átadni
adni a tudást? Csodát, hát hogyan tudná az ember? Tulajdonképpen nagyon-nagyon sok balettmesterünk volt nekünk a Pécsi Balett első idejében, rengeteg szovjet balettmester jött. Igazából az egész dolog metodikája akkor esett le, hogy is működik ez, amikor már nem tudom, hanyadik évet csináltam, de elvégeztem a Táncművészeti Főiskola balettpedagógus szakát, akkor tudatosodtak a dolgok, hogy hogyan kell csinálni, hanem hogyan kell azt definiálni, hogyan kell azt átadni, hogyan kell verbálisan, tehát tulajdonképpen verbálisan, taktilisan és prezentációval tanítunk. Elmondom, megmutatom és meg is érintem a növendéket, tehát azon kívül, hogy bemutatom, még helyre is kell tenni a tagjait, ez a specifikum a táncoktatásnak. Hát igen, szóval nem volt könnyű dolog a váltás. Ráadásul nálunk 15 éves kortól kezdtek el tanulni a gyerekek, én meg 8 éves koromtól, és akkor az a hatalmas elvárás, hogy mi nem tudja azonnal úgy, ahogy én nekem már az természetes, szóval ezeket úgy át kellett fogalmazni. A művészeti tánctagozata szerte a világban nagy hírnévnek örvend. Az innen kikerülő növendékek nem csak Magyarországon, de a világ más tájain is keresett táncosok. Ha megnézik a következő összeállítást, nem is kell magyarázni, hogy miért. A sok száz művészet és növendék közül most Vasas Erika a vendégünk, szeretettel köszöntelek. Dóri, segíts nekem, légy szíves, mondd el, mit kell tudnunk Erikáról. Hát Erikáról azt kell tudni, hogy ő becsatlakozott az oktatásunkba, nem elsős évfolyamos növendékként kezdett, hanem hányadikként? Harmadik évfolyamos növendékként előtanulmányokkal jött, és egy olyan feszült tehetség, ha szabad így fogalmazzak, hogy őt nem lehetett berakni első évfolyamba, mert akkor ő hazament volna. Tehát akkor most térünk rá a tehetséggondozás című feladatra, amikor van egy olyan fajta tehetség, aki hát olyan, mint egy konzervdoboz akarna kipattanni és szétrobbanni, és annak megfelelő módon kell az oktatásba beilleszteni. Tehát neki akkor harmadik évfolyamba kellett elkezdeni a tanulmány. Minden tudott, amit addig tudnia kellett, hiszen a Magyar Táncművészeti Főiskolán volt 2-3 év előtanulmányod? Igen. Előtte pedig már gyermekként versenyző táncos volt, amiben mindenféle jó is van, meg mindenféle rossz is, és a versenyzés, mint olyan korán elkezdve, az nem biztos, hogy annyira egészséges mentálisan, viszont fantasztikus rutint szerzett azzal, hogy kicsi korától színpadon volt,
Erika, a műsor elején mestered elmesélte, hogy ő hogyan került kapcsolatba a tánccal. Hogy megy ez a mai fiataloknál? Nálad például mi volt a motiváció, ami miatt ezt választottad? Én megmondom őszintén, hogy először, amikor beléptem pici koromban, mai napig megvan az első pillanat, amikor így beléptem a balettterembe, és azt mondtam, hogy ez nekem a szerelmem, és én ezt szeretném csinálni, és ez egy olyan légkör, azt gondolom, ami megtanítja az embert, és nagyon hamar fel kell nőni benne, ami néha sikerül, néha nem, de én szerelmes lettem a színpadba és abba a csodába, ami ilyenkor azt gondolom, hogy megtörténik az emberrel, és persze mögötte van gyötrelmes munka, és be kell állni, és monoton módon minden nap művelni kell, de azt gondolom, hogy megéri. Azután, amit az ember kap. Ahogy te is mondod, ez iszonyatos munka, és iszonyatos fegyelmezettséget kíván tőletek, hogy minden mozdulatot tökéletesen kigyakoroljátok, és csináljátok. Ezzel együtt imádod? Igen, bár azt kell, hogy mondjam, hogy amiről Dóra néni is beszélt, egy elég öntörvényű személyiség vagyok, amiből adódnak problémák, de azt gondolom, hogy ezt el kell fogadni, hogy hozzátartozik az embernek egyfajta segítője az, hogy milyen adottságokat vagy tehetséget kapott, és azt gondolom, hogy ezáltal fejlődünk, és csináljuk a mindennapi munkánkat, de ez hozzátartozik, tehát csak úgy kerülhetünk föl az úgymond laikus nézők szem elé, hogyha a szakma és az olyan klasszisok, mint mondjuk Dóra néni, azt mondják, hogy igen, ez nézhető és felvállalható. Most látunk néhány felvételt, ez azt hiszem, hogy egy nyári tánckurzus, tehát ti nyáron még akkor is ezzel töltitek az időtöket, amikor elmehetnétek nyaralni vagy lazán élni, mint a többi diák, ti akkor is inkább beálltok és még újabb mozdulatokat tanul. Ez fanatizmus. Inkább szenvedélynek mondanám. Én úgy gondolom, hogy nekem ez az a dolog az életemben, amit a legjobban szeretek csinálni, és erre tettem fel mindent. És azt gondolom, hogy ha ez azzal az áldozattal jár, hogy én a nyaramból elveszek erre két hetet, akkor el fogok venni. Ez a fiatalságba is beletartozik, tehát azt gondolom, hogy nem élünk mindennapi átlagos fiatal életet, és nem megyünk haza délután kettőkor az iskolából, és nem kocsmázunk hétvégén. Tehát, hogy természetesen megvan a dolognak ez az oldala is, hogy fiatalok vagyunk, de ha kell, akkor igen, ott kell lenni este 8-ig, és benn kell lenni a színházba, és csinálni kell a dolgunkat. Mi az álmod? Mit szeretnél elérni? Hát őszintén az álmom az, én most kaptam egy nagyon, elszabad ezt mondani, a jövőre budapesti, kaptam egy nagyon szuper lehetőséget Földi Bélánál, a Budapest Táncszínházban. Lehetek szakmai gyakorlaton, ami nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök neki, és igazából én budapesti vagyok, tehát ez nekem nagy öröm, hogy itt lehettem, és az is, hogy ott folytathatom. De az igazi álom nekem Amerika, tehát én szeretnék majd kimenni idővel, hogyha lesz rá lehetőségem, és nyílik erre alkalom, akkor én ott szeretném rebegtetni a szárnyaimat. Ez tehát az álom, és akkor most jöjjünk vissza a hétköznapokban, mennyi lehetőségetek van fellépni, tehát megmutatkozni most itt a városban, a színházban, szoktatok szerepeket kapni? Igen, abszolút. Én azt kell mondjam, hogy szerintem ebben az országban ez az iskola, ami erre maximálisan lehetőséget nyújt, tehát így a főiskola után én azt tudom mondani, hogy nekem ez egy hatalmas váltás volt, hogy én ide kerültem, szerepet kaptam egy etüdben, aztán kaptam egy szólót, és rögtön a két hónapban legalább 4 előadásom volt velük. Ezek főleg, hogyha valamilyen városi alkalom van, akkor ezzel szoktunk menni a városon belül, az iskolán belül, ugye, amin van hangversenyterem, illetve színpad az iskolában, tehát rengeteg rutint szerzünk ezáltal, és ez kifizetődő később. Hát én további sok sikert kívánok neked ehhez, reméljük, hogy még sok helyen felbukkansz, és akkor újból találkozunk. Köszönjük, hogy eljöttél. Most mi pedig nézzük megint, hogy hogyan táncolnak a fiatalok. Funny, ez a tánc címe, a koreográfiát Túri Lajos készítette. We'll be right back.
50 éves emlékekkel kezdtük a műsor elején, most folytassuk a jelennel és a jövővel. Az Egy csepp Pécs vendége a Pécsi Balett igazgatója, Vince Balázs. Szeretettel köszöntelek, te voltál a megfejtés az előző részben, és most itt vagy te magad is. Jubileumi év az idei, hiszen 50 éve alakult a Pécsi Balett. Mennyire szentelitek jubileuminak ezt az évet? Teljes mértékben. Hát azt gondoljuk, hogy egyszer 50 éves egy együttes, és hát el kell mondjam talán, hogy a klasszikus és a modern táncegyüttesek közül mi vagyunk a legidősebbek. A Győri Balett utánunk kullog a 30 évével. Hát az egész évet ennek erre az 50 évre nagyon sok mindent építettünk föl. Szinte minden programunkat az 50 éves jubileumi évre építettünk föl. És hát szerencsés helyzetben vagyunk, ugye, hogy Európa kulturális fővárosa vagyunk, és pont ebben az időszakban, 2010-ben 50 éves az együttes. Így ez még egy plusz lehetőség arra, hogy talán még méltóbban és még színesebben tudjuk megünnepelni. Talán felesleges is a kérdés, hogy mennyire fontosak számotokra a gyökerek, hiszen bizonyíték volt a legutóbbi bemutató április 16-án, ahol Egyek Imre balettel nyitottatok, ez képviselte ugye a múltat, erről már beszéltünk Dórival, de az est második részében volt valami egészen új, valami egészen extra, ez ugye a Change Back előadása, ez képviseli a jelent, vagy inkább a jövőt? A jelent, és talán egy kicsit előrevetíti a jövőt, hiszen ennek az együttesnek mindig is egy fontos ismérve, egy fontos szempont volt mindig a vezetői gondolatban, hogy jövőképet is vetítsen előre. Hogy ne épp csak a jelent fogalmazza meg, hanem úgy fogalmazza meg a jelent, hogy érdeklődést mutatjunk és felfigyeljünk a jövőre és azokra a gondolatokra, azokra a pillanatokra, amik még nincsenek előttünk. Ez egy fiatal koreográfus, Leo Mujics munkája, ugye, amit éppen most látunk néhány villanást a premierből. Dóri, te mit szólsz ez az előadáshoz? Te, aki Egy Imrén nőttél fel, ez annyira más? Hát nekem semmi nem más, én vagyok az a nagy öreg asszony, aki nyitottan tud haladni és befogadni a korvívmányokkal, és ezért tudok én is felszínen maradni, mert érdeklődöm, követem, szeretem, ennyi. Hogy folytatódik tovább a jubileum év? Hát már elég sok mindenem vagyunk túl, ugye ezen a héten volt Táncvilágnapja, és ez nagyon méltón és nagyon szépen ünnepeltük meg, én eszméletlen jól éreztem magam este, és valami hihetetlen büszkeséggel mentem el este 11-kor, egy kicsit illuminált állapotban a színházból. Hát a jövő. Most május 14-én lesz egy budapesti bemutatónk, ez a múlt és jelen, ezt a Nemzeti Táncszínházba fogjuk bemutatni. Június 24-én a Győri Fesztiválra megyünk. Jó, még Regensburg is. Így van, május 10-11-12 Regensburgba megy egy fesztiválra az együttes, ott a Zsizelt fogjuk előadni, de tényleg előre mentünk, és annyi dátum van, most május 4-én még az Operett Színházban, az Európász Gálán fog a Pécsi Balett fellépni, hiszen a Pécsi Balett Európász díjas is. És az EKF nagykövete, tehát felelősségetek, feladatotok, hogy járjátok a nagyvilágot, és mindenhol hirdessétek Pécs értékeit, abszolút, büszkeségét. Amit teszünk is, azt gondolom, hiszen én mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, amikor kilépünk és elhagyjuk a határt, hogy nekünk itt azon kívül, hogy egy jó előadást kell csinálni, azon kívül nekünk Magyarországot és ezen belül is Pécset kell képviselnünk, és méltó kell, nem csak mint művészek, hanem mint hétköznapi emberek is. Mutattunk már a friss előadásokból részleteket, de most mutatunk egy pici olyan részletet, ami számodra, szívednek kedves, ez a Bolero, amit néhány évete vittél színpadra itt Pécset, úgyhogy most ebből jön egy pici részlet. Thank you.
Tehát hiszem nem túlzás azt állítani, hogy a Pécsi Balett folytatja az ekkes sikereket, ami 50 évvel ezelőtt elkezdődött, hiszen nagykövetek vagytok, nemrég a területi Prima díjat megkaptátok, sőt, most nemrég azt olvastam, hogy a Prima Primissima díjra is lehet, hogy felterjesztenek titeket. Aztán itt volt március 15-e, ahol te harangozó díjat kaptál, úgyhogy azt hiszem elégedett lehetsz. Abszolút. Sőt, én még azt is elmondhatnám, hogy ez egy nagyon jó érzés, hogy a város is mellettünk van, és ha jól tudom, akkor ezen a héten a közgyűlésen megszavazták, hogy a város fölterjeszt minket a Nagy Prima Primissima díjra, és ha csak benne lettnénk abban az ötben, ebben az évben, azt gondolom, hogy az már egy nagyon nagy siker lenne, és megint azt gondolom, hogy ezzel, hogyha ez sikerülne, akkor megint egy összefogásra lehetne a pécsieket, amire ez a város hihetetlenül képes, bizonyos pillanatokban rettentő jól tud összefogni. És én nagyon bizakodó vagyok, hiszen alapvetően optimista ember vagyok. Most 34 évesen nem lennék optimista, akkor nem tudom, hogy kezdeném a másnapot. Szóval rettentő optimista vagyok, én nagyon bízom és nagyon hiszek benne, és mindent el fog követni természetesen azért, hogy az együttes ott legyen abba az ötbe, akikre lehet szavazni. Hát mi ehhez nagyon szurkolunk, és most így még a műsor vége fele nézzünk bele még egy közös produkcióba. A műsor első részében láttuk már Dóri táncát a Giselle-ből, most jöjjön a fiatalok kavalkádja. Ez volt az utolsó koreográfiád most. Ebben az évadban mi lesz a következő? Mire készülsz? Mi az álmod? Megint egy külföldi koreográfus fog hozzánk ellátogatni, Cameron Macmillan. Szeptemberben fog jönni, és november közepén lesz a nagyszínpadi bemutatónk. A Jó és a Rossz kertjében, ez lesz a darabnak a címe. Ez a Dante isteni színjáték és a hét főbűnre épül. Ez lesz körülbelül a gondolatisága ezeken a gondolati éveken fog egy cselekményes baletté varázsolódni. Én úgy érzem, hogy a koreografással vigyázni kell. Én nem szeretek gyárként koreografálni. Nem tudom, amit láttunk Bolerót, én arra 2,5 évig készültem. Én 4 évig táncoltam Markó Ivánnak a Boleróját, ugye, aki kint volt a Bezsárnál. És ott nagyon erős dolgot csinált, és nagyon nehéz volt abból kimozdulni, és egy olyan dolgot kitalálni, ami én vagyok, és ami azt gondoltam, hogy újszerű lehet, de én általában 1 évben próbálok egy koreográfiát, volt már olyan időszak, amikor 2, de én nem tudok gyárként működni, nekem 4-5 hónap kell, még fölkészülök, aztán körülbelül 4-5 hónap kell a 3 hónapos munkafolyamot után, amíg én ebből ki tudok menni, amíg ki tudok belőle szeretni, amíg elkezd tudni érdekelni egy új dolog, egy más dolog. Hát már alig várjuk, hogy jöjjön a következő. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és Dóri, nekünk még van dolgunk a nyertest kihirdetni, ugye mire is voltál kíváncsi, hogy egy Pécsi Balett bármelyik előadásának egy kedves előadást, és aki a leggyorsabb volt, a Giselle-t mondta, úgyhogy nagyon szeret titeket, és egy egészen friss előadást mondott, a 20-66-99-900-as telefonszámról küldte az SMS-t. Gratulálunk, belépőt nyert a Match Extreme Parkba, amit a helyszínen vehet át, úgyhogy egy jót játszhatott a Kalandparkban a családjával együtt. Köszönjük szépen, hogy velünk játszott.
Én pedig köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Nóri, neked különösen köszönöm. Így a Táncvilág napja alkalmából köszöntelek szeretettel titeket és valamennyi táncost itt Pécset. Köszönöm szépen. Ezzel búcsúzik az Egy Csepp Pécs magazinja, de jövő pénteken ismét jelentkezünk. A pécsi kórusmozgalom múltjáról és jelenéről mesélnek majd a jubiláló mesterek. A 80 éves Tillai Aurél és a 40 éves Karnagyi ténykedését ünneplő Kertész Attila lesz az Egy Csepp Pécs vendége. És persze lesz játék és mese is. Addig is ne feledjék, műsorunkat péntek éjszaka, vasárnap este 17:30-tól és hétfőn napközben is megismételjük, sőt, akár internetes archívumunkban is megnézhetik a Pécs TV honlapján. A videótárban üssék be a keresőszót, Egy Csepp Pécs. Köszönöm, hogy velünk voltak, szép estét kívánok, viszontlátásra!